Az Audi A8 mindig is a zászlós hajója, azaz a flagship modellje volt az Audinak. 1994-től kezdték el őket a piacra dobni, ekkor váltotta le az A8-as, a mára már ritkaságnak számító Audi V8 modellt. Az első szériákat, azaz a D2 és D3-as kódjelű modelleket mára már egy picit rosszabb megítélés övezi, mint amikor még ezek újak voltak, ugyanis a meglehetősen lerugott, nagyon sok gazdás, kicsit sem megvigyázott, nagyon-nagyon sok kilométeres példányokat mára már egész pici pénzért meg lehet vásárolni. Abban viszont azért megegyezhetünk, hogy az Audi A8-ak mindig is megítélésüktől függetlenül tekintélyt parancsolóak és egy nagy, hatalmas, elegáns autók voltak, illetve a mai napig is azok és a bármelyik korabeli vetélytársuk mellé állítjuk őket, akkor bizony még mindig megállják a helyüket, legalábbis formailag biztosan. Az Audi mindig ide pakolta a legluxusabb anyagokat, a legnagyobb motorokat és a legtöbb kényelmi kiegészítőt az A8-asokba. Már az első modelleket is gyártották 2000-től a ritkaságnak számító W12-es motorokkal, amik ugye hosszában kevesebb helyet foglaltak, mint a V8-as társaik. És egyébként ezeket a motorokat a mai Bentley-ben is meg lehet találni, igaz, turbósítva. Később azonban teljesen egyértelmű módon a dízelek lettek a sokkal többet választott motorok ezekbe a hatalmas autókba, mert elég gazdaságosan lehetett velük utazni, és ezt a szinte több mint 2 tonnás kasztit elég dinamikusan tudta mozgatni. No de a lényeg, az A8-ak mindig előbb tudtak mindent, amit az összes többi Audi modell a későbbiekben kapott meg. Nincs ez másképp azzal a D4-es Audi A8 4.2 V8 TDI-vel sem, amit ma hoztam nektek egy jó kis használtesztre. Én pedig ma arra vagyok kíváncsi, hogy vajon közel 300.000 kilométer után is tudja ez az autó azt, amit újkorában tudott, illetve hogy mennyire kopottas kívül belül, és hasonló dolgok, hogy milyen hangja van a motornak, hogy viselkedik a váltója, és ilyesmi dolgokat fogunk majd megtudni ebben az érdekes használtesztben, úgyhogy mindenképpen tartsatok velem! És hogy miért is annyira érdekes dolog ez az összehasonlítás? Hát bizony azért, mert egy ilyen A8-ért újkorában felszereltség függően, de ebben azért hála Isten elég sok minden bele lett pakolva, nagyjából 40 millió forintot, vagy akár 50-et is elkérhettek a márka képviseletben. Most viszont jelenlegi gazdája 6 millió forintot szeretne érte kapni 300 ezer kilométerrel, úgyhogy lássuk, hogy megéri-e ezt, illetve hogy mi magyarázza ezt a több mint 30 millió forintos áresést, aminek a legnagyobb részét egyébként az első 100 ezer kilométerében élte meg ez az autó. A D4-es generációt 2010-től egészen 2017-ig gyártották, a mai használt tesztre bocsátott példány viszont 2010-ből eléggé a modellváltás elejéről származik, egyébként 2014-ben pedig kapott egy faceliftet az autó. A harmadik generáció az előtt D3-ashoz képest egy jóval kecsesebb formát kapott, amivel el tudja rejteni a több mint 5,1 méteres hosszát ez a hatalmas autó. Elől Bisenon lámpákat kapott LED menetfénnyel, illetve ez a non-S line felszereltség, de természetesen ezeket is kérhettük annó full LED-del és külső S line csomaggal egyaránt. Egy valamiben azért teljes mértékben ki tudunk egyezni, hogy ezzel még a mai napig is hatalmas stílus megjelenni bárhol is, hiába van benne 300 ezer kilométer, ezzel azért bárhol meg lehet állni úgy, hogy nem fognak kinézni, vagy éppen, hogy nagyon ki fognak nézni, de az már legyen az ő dolguk. Ez a mai napig egy elegáns, első ránézésre is prémium hatású, iszonyatosan jó megjelenésű luxusautó. Most pedig beszéljünk egy kicsit a motorokról. Hát megmondom őszintén, nem áll szándékomban az összes motor összes paraméterét szóról szóra felsorolni, mivel nagyon sok van belőlük, nagyon sok adatot hallanátok, illetve nekem is bőven elég volt ennyit tudni ezekről az A8-asokról. Nos, először a benzinesek. Van belőlük 2000 TFSI hibrid, 3000 szívó V6, 3000 TFSI,
4.2 szívó V8 és a már RS6 és RS7 modellekből ismert 4000 TFSI, ez a biturbo, ugye ez az S8-as, illetve az S8 Plus példányokban van, és még ezek felett egyel áll a 63W12, amit az L, azaz Lang, tehát hosszított tengelytávú változatokba szereltek. De most térjünk át a dízelekre, amik úgy gondolom, hogy sokkal kedveltebbek ezekben a hatalmas autókban. 3000-es és 4.2-es dízelek közül választhattunk annó, hogyha újonnan kértünk egy ilyen autót. 3000-esekből van 204 és 250 lovas, TDI, ezek ugye 6-hengeresek, V6-osok. Mind a kettőhöz a 8 sebességes Tiptronic váltót lehetett kérni, hála Isten, ezek nem kaptak DSG-t, mint az A6-osok, illetve a kisebb szériás modellek. Azonban én úgy gondolom, hogy egy közel 2 tonnás kasznihoz a 250 lovas V6 TDI ereje, illetve nyomatéka nem biztos, hogy megfelelő, illetve hogy hát kielégítő lehet számunkra. Úgyhogy, amit én is a legjobban ajánlok, illetve amit talán a legkedveltebb motor, aminek a leghosszabb élettartama lehet, az bizony a tesztautónkban is megtalálható V8 4.2 TDI, 2 turbóval, 351 lóerővel, közel 800 Nm nyomatékkal, 8 sebességes Tiptronic váltóval, quattro hajtással és egy nagyjából 5,5-es 0-100-zal. Én úgy gondolom, hogy ez kell neki. 8 henger, egy kis lélek, mindenképp kijár egy ekkora luxusautónak, nekünk pedig legalább annyi érzés, vagy legalább a hang, úgy gondolom, hogy kell ahhoz, hogy élvezetesen tudjunk vezetni egy ekkora hodályt. Most viszont a motorokról ennyit. Nézzünk el hátra a csomagtartóhoz, mert az A8 ahhoz képest, hogy szedán, csomagtartó méretben sem szenved igazán nagy hiányt. Csak hát, elektromos, ehhez még hozzá kell szokni, csak hát egy pici kis gond van, ugyanis a csomagtartó mérete nem túlzottan kicsi, 510 literes, ami egy szedán, illetve limuzinhoz képest elég nagy, egész pontosan a korabeli 7-es BMW-nél 10 literrel nagyobb, viszont az S-klasse Merci-nél 10 literrel kisebb, tehát úgy nagyjából középtájt járunk, hogyha az A8-ast választjuk. Egy dolog viszont van, ami szúrhatja az ember szemét, és nem a nyílás nagysága, mert ez rohadt nagy, tehát itt bármilyen bőrön befér, csak a csomagtér hossza befelé, ami elég kicsi lehet, hogyha hosszabb tárgyakat szeretnénk szállítani, és ugye itt nem igazán van seaboxnak hely, tehát nem igazán nyílik le az ülés középső része, mivel ott vagy hűtő van, vagy a négyzónás klímaegység hátulsó két egységének vezérlője. Hát a csomagtartóról nagyjából ennyit, most pedig üljünk be és nézzük meg azt a részét ennek az autónak, ahol valóban a legizgalmasabb. Na most az A8 az megint egy másik kategória, tehát lényegében az extra listát felsorolni nem igazán tudom. Nagyjából ugyanazokat a dolgokat kaphatjuk, amit az A6-osba is bele lehetett kérni, jut eszembe, annak az extra listáját viszont felsoroltam. Az itt a bal felső sarokba felugró kis linke, ha rákattintotok, akkor eljuthatok ahhoz a videóhoz, ahol minden extraját felsorolom ezeknek az Audiknak, legalábbis megpróbáltam. Annyi viszont a szembetűnő különbség, hogy ezeket az extrákat itt egy teljesen más körítésben kapjuk. Itt aztán tényleg ki van maxolva a luxus érzete, úgy gondolom, és úgy gondolom, hogy akinek ennél több kell, az már tényleg csak flexelés. Tehát ennél több nem kellhet egy embernek kényelemből és luxusból. Jó, megmondom őszintén, egy Flying Spurt azért én is kipróbálnék, sőt, nagyon szívesen el is járkálnék vele, de az már tényleg csak a flexelés, ami úgy gondolom, hogy nem szükséges, de azért, na. Szóval ezt embere válogatja. Az anyagösszeállítás borzalmasan jó. Tehát itt a műszerfal egy nagyon-nagyon puha bőrből van. A középbox eszméletlenül ide van rakva a helyére, el se lehetne mozdítani, hogyha szántszárnyékkal akarnám, akkor sem. És itt a klíma panel beállításai még egy sokkal jobb pozícióban vannak, mint mondjuk az A6, A7 szériában, ugyanis itt a középbox be van döntve egy kicsit, és így aztán tényleg minden egyes porcikája az autónak kézre áll, és minden nagyon könnyen el tudunk érni. Egy picit azért így 2020-ban már
ódivatúnak tűnhet, illetve úgy gondolom, amikor megjelent a facelift belőle, ugye a belsejét ezt teljesen meghagyták ugyanolyannak, mint amit ebben a modellben találunk, és talán az MMI rendszer megjelenése, meg ezek a lakkozott fabetétek egy picit már talán idejét múltak, hogy úgy fogalmazzak, de azért még mindig nagyon kellemes bent ülni ebben az autóban, és még mindig azt érezzük, hogy tényleg megérte a pénzét az, amit kifizettünk. Az ajtókárpiton is kapunk alkantarát, illetve nagyon-nagyon puha és nagyon jó minőségű bőrt, valamint nyilván ilyen szellőző rácsok is vannak az ajtókon is. Csak egy pár rövid dolog, amit hirtelen észreveszek ebben a tesztautóban, a többi extrát meg tényleg az A6-os videóban megtaláljátok. Napfénytető, éjjellátó, sávtartó, nem, sávtartó nincs, viszont távolságtartó tempomat van. Ugye itt vannak azok az ülések, amikről már álmodoztam, hogy egyszer beleülhessek, hűthető, fűthető, masszás funkciós ülések, amik egyébként még ezt a oldalsó támlát, illetve a felső combtámaszt és az alsó combtámaszt is elektromosan állíthatóvá teszik. És természetesen, hogyha beindítjuk az autót, aminek egyébként nagyon-nagyon szép hangja van, és lényegében semmi olyan dolgot nem lehet észrevenni, ami rendellenes lenne, tehát nem igazán csörög. Egyedül ugye a fékbetéteket jelzi hibának, amit én közben a tulajjal már megbeszéltem, hogy miért van. Volt sajnos egy olyan problémája az autónak, hogy valamiért a bal eleje befogott, megmagyarázhatatlanul csinálta ezt, még a szerelő sem tudott rájönni, de azért valljuk be őszintén, 293 ezer kilométerrel egy A8-os Audi is már sokat futottnak számít. Tehát itt már azért előjöhetnek olyan dolgok, amikre bizony félre kell tenni egy, akár esetleg 2 millió forintot is. Tehát hogyha ilyen régi prémiumot vesz az ember, akkor illendő, hogy tartson otthon, vagy a bankszámláján annyi pénzt, amennyiből ki tudja fizetni az esetleges javításokat. Azt viszont észrevehetjük egyből, hogy az autónak minden extrája megfelelően működik, tehát nincs semmi olyan dolog, ami hibás lenne. A napfénytető is természetesen hibátlanul nyitódik, illetve csukódik, úgyhogy nem nagyon lehet észrevenni olyan dolgokat, amik így elromlottak volna, de ez már nem is az a vegyünk régi német prémiumot kevés pénzért kategória, ahol bármikor elromolhat bármelyik kényelmi extra, mint például az első szériás Volkswagen Phaeton, ami elég könnyedén magyarázza a saját maga áresését, hanem itt azért úgy gondolom, hogy bármennyi idő elteltével is szükséges működnie mindennek. Annyit azért meg lehet figyelni ezen a már közel 300 ezer kilométer futott példányon, hogy az ülések bőr anyagai már egy kicsit azért megviseltnek, látszódnak. Azért itt már látszódik, hogy jó párszor kibeszálltak belőle, illetve egy picit itt a műszerfalon nyilván kopásnyomokat észre lehet venni, de ezek tényleg a használat nyomai, amit nem lehet típushoz kötni. Ez minden autónál ilyen, főleg ezeknél a nagyon-nagyon puha és jó minőségű bőrből készült üléseken azért könnyen el tud már deformálódni az anyag, de azért úgy gondolom, hogy még 10 év és 300 ezer kilométer után is teljesen használhatóak, kényelmesek, és ugyanazt a luxus sugározzák magukból. Most viszont körbeszaladok gyors az autón, és átülök jobb kettőbe, mert az A8-osokat előszeretettel használja a tulaja azon a helyen, mivel elég sokszor szokott ez az autó arra a sorsra jutni, hogy bizony sofőrös autó lesz belőle, úgyhogy gyerünk, nézzük meg, hogy milyen hátul. No, már meg is érkeztem, csak hát tehát azért ezt a hatalmas autót nem olyan könnyű körbe kerülni. Hát az jobb első ülés teljesen hátra van tolva. Tehát lényegében aki most elém beülne, az rendesen feküdne elől, és még így is van egy elég nagy helyünk térdnél, illetve fejtérben sem kell szűkölködnünk az A8-asban, úgy gondolom. Kapunk itt kettő darab szivargyújtó csatlakozót, illetve egy harmadikat, hoppá! Szóval három darab szivargyújtó csatlakozót, illetve itt ilyen kis térképzsebeket, és amit még fontos megemlíteni, hogy a hosszabb tengelytávú lang modellekben
általában úgy van megoldva ez a dolog, hogy az első, a jobb első ülést előre lehet dönteni, és akkor lenyúlik innen egy kis lábtámasz is, és aztán teljesen el lehet feküdni jobb kettőben. Egyébként, amiről nem beszéltem, hogy a tető és az oszlop kárpitok anyagai valami iszonyatosan jó tapintásúak, nagyon finom anyagból vannak, talán lehet, hogy ez alkantara, igen, ez bizony alkantara, és itt is kapunk ugye befújókat, itt is van hangszóró, egyébként ez Bose hangrendszer, ami van az autóban, de persze ebbe is lehetett kérni Bang & Olufsent is, vagy a sima Audi koncert elnevezésű legalapabb hangrendszert is. Természetesen hangulatvilágításunk is van mindenhol, pici olvasólámpa is, illetve minden, ami szükséges egy ilyen autóban, de talán a legfontosabb dolog, hogy itt bizony a középtámasz nem pohártartó vagy ilyesmi, hanem a négyzónás klímarendszer két hátsó vezérlőegysége. A hátsó ülések is szintúgy fűthetőek, mint az elsők, sajnos a hűtést ezt nem kapták meg, de ezek is ugyanabból a nagyon jó kis szellőzős, juggatott, finom bőrből vannak, ahogy csak az első ülések. Ugye itt is kis kijelzőn láthatjuk, hogy éppen hol járunk klímabeállításban, illetve azt is tudjuk állítani, hogy hova irányítsa a ventilátor a megfelelő hőmérsékletű levegőt, de azért egy picike kis tároló rekesz is van, amiben éppen befér mondjuk a keresztrejtvényünk. Ezen kívül több minden nem nagyon tudok itt elmondani hátul, csak azt, hogy tényleg még mindig megvan benne ugyanaz a luxus, mint újkorában. Most viszont szerintem jobban járunk, hogyha megyünk vele egy kört, és kipróbáljuk, hogy viselkedik a váltója, hogy reagál a quattrohajtás, illetve hogy az egész autó összhatása milyen menet közben, bár az is lehet, hogy én itt maradok hátul, és csak hagyom, hogy vigyenek, mert ez valami brutál jó érzés ilyen kényelmes ülésekben ülni egy autó hátsó ülésén. Bár ki tudja, lehet, hogy mégis inkább vezetnék, mert azért ez egy 4.2 V8 TDI, amit már nagyon régóta ki akarok próbálni, 351 lóerővel és 800 Nm-rel, úgyhogy tévedtem, én fogok vezetni. No, akkor szerintem nézzük meg, hogy mit tud még nekünk a luxuson és kényelmen kívül felajánlani egy ilyen, most már azért elég sokat megjárt A8 V8 TDI. Nyilván ugye arra vagyok kíváncsi, hogy a váltója hogy viselkedik ennyi kilométer után, illetve a rugózás, ugye nyilván légrugós az autó, meg hogy mennyire tűnik nehéznek az úton egy ilyen autó, meg hát azért mindenféle olyan dolog, ami már feltűnhet egy közel 10 éves német prémiumban. Meg azért eleve kíváncsi vagyok arra is, hogy a V8 TDI alapból milyen, mert hogy még nem igazán vezettem ilyet, úgyhogy majd kiderül. Azt már tudjuk, hogy a fordulóköre az nem valami zseniális. Ugye itt egy közel 5,1 méter hosszú autóról beszélünk. Na most ugye egy elég rossz úton kezdtük el a tesztkört, és itt ha valaminek ki kell jönnie, akkor az itt ki fog jönni, és egy picit hallatszódik is, hogy valami a 48 millió lengőkar közül valami egy picit, minthogyha kotyogna, zörögne, de nem igazán lehet hallani, csak hogyha tényleg arra figyel az ember, hogyha bele akar kötni. A kormányzása egy picit, minthogyha kicsit holtjátékos lenne, illetve hogy olyan nehézkes. Talán újkorában is ilyen volt, de nem tudom, sajnos még nem volt szerencsém egy új A8-es kipróbálni. Úgyhogy, ha esetleg valamelyikőtöknek van, akkor nyugodtan dobjatok egy e-mailt, és fussunk össze egy találkozóra. Ugye az nagyon fontos, hogy menet közben is ezek a kényelmi extrák nagyon sokat segítenek abban, hogy a legkényelmesebb legyen az utazásunk. Az ülés az még egyszer mondom, hogy zseniális, brutál jó, hogy odaállítom a deréktámaszt, oldaltámaszt és combtámaszt, ahova csak akarom, és mindezt elektromosan. Természetesen a kormányoszlop is elektromos állítású, úgyhogy ahhoz, hogy a legnagyobb luxusban utazzunk, ahhoz mindenünk megvan. Egyébként fun factként, jaj, a soft close mennyire jó dolog. Szóval fun factként, ezt direkt nem vágom ki a videóból, hogy nem sikerült rendesen lecsukni az A8-as motorház tetejét, ami valószínűleg azért történhetett meg, mert egy picit már el vannak öregedve a teleszkópok, és ilyen feltűnően nagyon könnyen le lehetett csukni, de úgy néz ki, hogy ez csak a látszat volt, mert hogy nem csukódott le rendesen, és erre útközben kellett rájönnünk. Áttekerem dinamikba. Aztán nézzük meg, hogy viselkedik a 8 sebességes Tiptronic ennyi kilométer megtétele után.
egyébként én a tulajtól közben azt hallottam, hogy nehéznek érződik az autó az úton menet közben. Hát ebben teljesen igaza volt, valóban egy jó nagy hodálynak érződik, de hogyha a kilométerórát figyeljük, akkor azért azt is észrevehetjük, hogy nagyon megy, tehát ez a 351 lóerő a két turbóval jól megtolja azért kellően alulról is, és fönt is tartja azért a nyomatékot, és végig egy nagyon élvezhető autózást tud nyújtani, még akár akkor is, hogyha maga a tulaj a jobb kettőben ül, ahova azért általában sűrűn beülnek az A8-asok tulajai, mert ahogy már említettem, ez nagyon gyakori, hogy sofőrös autóként végzi életének nagy részét. Egyébként, hogyha visszarakjuk komfortba, akkor egy nagyon kellemes, igazi hajós rugózást kapunk az A8-astól, hát tulajdonképpen azt, amit el is várunk tőle. Valóban egy hatalmas nagy batár, szinte úgy érezzük menet közben, hogy elfoglaljuk az egész sávot, mert tényleg egy nagyon nagy autóról van szó, és közben tényleg ilyen nagyon hajósan átlibeg az úthibákon, ez a légrugó még a mai napig zseniálisan működik, úgyhogy ugye már közel 10 éves, és valószínűleg nem is volt cserélve, bár ugye ezeknek a cseréje, főleg hogyha márka szervizbe hordjuk az autót, akkor azért meg tudja terhelni az embernek a pénztárcáját, viszont azért vannak olyan műhelyek, ahol ezeket jóval olcsóbban tudják orvosolni, de hát megvan. Tehát nyilván ezt is embere válogatja, hogy hova hordja az autóját, és hogy spórolni szeretne, vagy valóban a bizonylatot szeretné megkapni arról, hogy ez márka szervizben volt szervizelve. De úgy gondolom, hogy egy közel 300 000 kilométeres kocsinál már nem annyira releváns info az, hogy hol volt szervizelve, hanem inkább az a fontos, hogy bizony meg volt csinálva. Egyébként az automata váltóban olaj már volt cserélve, hiszen hiába mondja azt az Audi és az összes többi olyan márka, aki Tiptronikkal szereli az autóját, illetve CETEF váltókkal, hogy élettartam hosszúságú az olaj, de azért 100 000 kilométerenként illik benne lecserélni, hogy ugyanígy még 290 000 kilométernél is egy ilyen nagyon sejmes váltási érzés kapjunk, hogy egyáltalán nem üt se visszaváltáskor, se fölváltáskor, szóval nagyon kellemes még mindig ez az automata váltó. Egy picit a kormányzása tényleg nehézkes az autónak, most nagy tempónál is lehet érezni. Nem tudom, hogy ez miért lehet, hogy egész egyszerűen azért, mert ez egy több mint 2 tonnás autó. Viszont a V8 TDI nagyon kellemesen mozgatja ezt az igen nagy kasznit, úgyhogy teljesen élvezhető az élmény, amit tud ez nekünk nyújtani. Harmadikból, negyedikből is, hogyha egy apró gázadást végzünk, akkor is alulról is megindítja azért. Tehát úgy gondolom, hogy kell neki minimum a V8-as motor. Most nyilván a 6000 W12 az meg megint egy teljesen más kategória, de a V8 az egy nagyon élhető, főleg ugye dízelben. A fogyasztása általában nagyjából ilyen 10 liter környékén alakul, tehát nem vészes, főleg aki nyilván A8-ast vesz, az ne az legyen a legelső szempont, hogy most akkor mennyit eszik, meg nyilván ne egy 350 lóerős 2 tonnás autótól várjuk azt el, hogy 6-7 litereket fogyasszon. Igen, most megint ide érkeztünk egy kicsit rosszabb útra, és némi kopogást hallatszódik azért a futóműből, de ez itt az a gond leginkább ezeknél, hogy tényleg ez bármi lehet, rengeteg stabrúd, rengeteg lengőkar, bármi lehet, és nagyon nehéz rájönni is. Viszont, hogyha ugye egybe akarja cserélni az ember az összeset, akkor, amint már az A6-os bemutató videómban is említettem, az akár 5-600 ezer forintra is kirúghat a javítási költség. Illetve nem is a javítás költsége, hanem maga az alkatrész költség is, ami nem túlzottan kellemes. És természetesen tolató kamerával is fel van szerelve az autó, de hát ezeknél már úgy gondolom, hogy elvárás, hogy ez is benne legyen, úgy, ahogy az elektromos ülés, a digit klíma, 4 zónás digit klíma, illetve az éjjellátó is, mert hogy az is van az autóban. És ilyet még nem igazán láttam eddig, de nagyon izgalmas. Nyilván ugye nappal sok jelentősége nincsen, de tök izgalmas dolog ez a kis plusz kijelző lehetőség, de azért inkább kikapcsoljuk. Szóval azért el kell döntenie az embernek, hogy egy újonnan
közel, vagy hát talán több mint 40 millió forintos autót bemere vállalni az új árának tizedéért szinte, úgy, hogy azért ez már futott eleget, de még nem eleget, nyilván még nagyon sokat elmegy, csak hát oda kell figyelni nyilván a vezérlésére, illetve porlasztók, meg ilyen dolgokra, és akkor valószínűleg örökös lesz egyébként. Én lehet, hogy belevágnék, csak azért is, mert ez tényleg egy luxusautó, egy nagyon-nagyon kényelmes, és egy olyan érzést tud adni, mintha ha én lennék a legnagyobb király az úton, és egyszerűen nincs ellenfél, hiába azért nyilván mondjuk egy BTD-i A6-os is azért, hogy úgy mondjam, jobbat megy, meg könnyebbnek érződik sokkal az úton, de az nem adja meg azt az érzést, hogy egy igazán, igazán prémium autóban ülünk. És még így végezetül, lassan a tesztkörünk végéhez érkezve, dinamik módban azért kipróbálom, hogy miért fordul ezekkel a légrugókkal ez a közel 10 éves A6-os, mert azért ilyenkor van egy nagyon-nagyon kellemes és olyan igazán jó érzést adó hangja a V8 TDI-nek, amit már ugye mondtam az elején a bemutatóban, hogy ez kell. Tehát egy ilyen autóban ez a hang és ez a menetteljesítmény kell. És akármennyire is nehéznek érződik, mert tényleg a 250-et se veszi benne észre az ember, de ezt az autót pontosan erre találták ki, hogy ne érezd benne, hogy mennyivel mész, főleg, hogyha jobb kettőben ülsz, hanem csak vigyenek el téged A-ból B-be minél gyorsabban. És bizony ezzel az autóval lehet gyorsan menni. És tényleg, ha úgy igazán odalépünk neki, akkor bármikor megindul, visszarak egy vagy két sebességet, ráadásul észrevehetetlenül, mert nagyon-nagyon jól teszi a dolgát, még mindig ez a 8 sebességes Citronic váltó. És lehet, hogy nincs az az ülésbe préselős hangulata az egésznek, de attól függetlenül nagyon durván megy. És a rugózás is ugyanúgy teszi a dolgát szerintem, mint újkorában. Nyilván valószínűleg akkor is megvolt már ez a hajós érzés ebben az autóban, de ha áttekerjük dinamikus módba, akkor egyből ugye bekeményíti egy kicsit, és egy sokkal, hát azért nem sokkal, de egy sportosabb vezetési élményt lehet kapni. Úgyhogy ebben az autóban nem csak a tulaj, aki esetleg a jobb kettőben ül, hanem a sofőrje is jól érzi magát menet közben. Utána viszont, hogyha visszarakjuk komfortba, akkor marad az, amiről már ugye eleget beszéltem, luxus és kényelem. No, hát ez volt a használt tesztem az Audi A8 V8 TDI-ről, most pedig ti jöttök. Döntsétek el, hogy ti bevállalnátok-e az újkori árának töredékéért egy 10 éves német prémiumot, ami azért már elment 300 000 kilométert. Mi pedig találkozunk a következő videóban, sziasztok! Csak az, aki, csak az, aki írja, hogy ez nem hétköznapi, hétköznapi, yeah. Nincsen visszaút, mert a szívünk éle húz. Ez nem hétköznapi, nem hétköznapi, yeah. Rotja, Wilson, Kast, lemez, lemez. Nem különböztet minket, meg ez, minket, meg ez. Radio.